Október 17-én a Csobánka téren lesz az Egészségkörút Óbudán rendezvénysorozat idei utolsó állomása. Ez az idén már a 8. alkalom lesz az alapos szűrővizsgálatra. Azok között, akik 3 ilyen eseményen részt vettek 2015-ben, értékes nyereményeket sorsolnak ki. A sorozat szervezője, a Szent Margit rendelőintézet ügyvezető igazgatója Patrick Robert összegezte a tapasztalatokat. A szűrőprogramok nagy része hétvégenként történik, illetve megtalálják mindig a lakóhelyükhöz közelebb eső programot, ahol be tudnak csatlakozni, tehát könnyebben hozzá tudnak jutni, könnyebben el tudják érni valóban nem azokat, akik esetleg a munkájuk, egyéb tevékenységük folytán egyébként nem tudnának ezekhez eljutni. Bárki számára ajánlott lehet a részvétel, hiszen súlyos betegségeket lehet megelőzni azzal, ha valaki részt vesz a szűrővizsgálatokon. Szakmai szempontból azon túlmenően, hogy természetesen a fő cél az lehet, hogy azokat a nagyobb rizikót jelentő betegségeket, amelyek például a szívérrendszeri betegségek, egyes daganatos betegségek, ezeket korai stádiumban, még jó kezelhető stádiumban fedezzük fel. Ezen túlmenően a másik nagyon fontos és legalább ennyire lényeges szempont volt az egészség tudatos életmódra való nevelés, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozásra való nevelés, és igazából ez a két vonal, aminek mentén szerveztük a programjainkat. Október 17-én minden kerületi lakost várnak az újabb egészségnapon.